Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök szeptember 21-én kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Újabb emléktáblával gazdagodott városunk. Különleges kápolnában szerveztek patrocíniumot. Ismét ülésezett a helyi lengyel önkormányzat. Egészségmegőrző programot népszerűsít az AHI. A tatai születési Pul Aladár mérnök tiszteletére avatott emléktáblát a Tatai Helytörténeti Egyesület szeptember 21-én. Az ünnepélyes eseménynek a Fellner Jakab kilátó biztosított helyszínt, amely tervezője és kivitelezési vezetője volt a városi kötődésű építész. Évtizedek óta Fellner kilátóként ismeri a legtöbb tatára látogató a Kálváriadom szomszédságában álló műemléket. A torony eredetileg 1939-ben épült, és nem a panorámára kíváncsiakat, hanem a sörétgyártást szolgálta. Tervezője Pul Aladár emléke előtt mostantól egy tábla is tiszteleg a helyszínen. Óriási öröm számunkra. Tulajdonképpen az 50-es, 60-as években a Pul Aladár nevét nem is nagyon volt szabad kimondani, hiszen ő egy ilyen kispolgári csökeménynek számított, aki a tatai értelmiséggel tartotta a kapcsolatot. Azonban az ő munkásságáról sehol senki nem akart tudni, megemlékezni, hiszen nem olyan időkben alkotott nagyot, amikor méltányolták volna. És ez a bizonyos sörétorony, amit sajnálatos módon Fellner Jakabról neveztek el, bár Fellner Jakabról túl sok minden nincs tatán elnevezve, tehát megérdemli ő is, de végre eljutottunk oda, hogy Pul Aladár neve méltó helyre kerül. Pul Aladárt sokan tata mérnökeként említik, hozzátartozói 2018-ban keresték fel a Tatai Helytörténeti Egyesületet, hogy munkásságát hiteles dokumentumokkal sikerüljön alátámasztani. Két világháború közötti időszakban, a 30-as években nagyon meghatározó szerepet játszott Tataváros szépítészetének és építészének a szempontjából. Maga az építmény 37 méter magas, 137 lépcső vezet fel a toronyba. A mérnök, kivitelező, építtető, tervező, tehát akinek a tiszteletére ma az emléktáblát avatjuk, Pul Aladár mérnök volt. Kezdetben ő Eszterházy Ferencnek a megbízásából tevékenykedett, és gazdasági épületeket, mint egy 100 polgári házat tervezett és építettet. Tehát elmondhatjuk, hogy ez a mérnök kevésbé volt ismert, azt hiszem, a neve a városban, de igen sokat tett azért, hogy a városunk épüljön, szépüljön, és hát megfelelő környezetben éljen az akkori lakosság. A 18. alkalommal megszervezett Tata és Térsége civil napok programsorozat részeként tartotta meg hagyományos, megemlékező miséjét Ruppert József nyugalmazott igazgató, a piarista rend megalapítójának tiszteletére. Az esemény a volt piarista rendház kápolnájában zajlott. Egy szentmise keretében ad hálát a rendalapító Kalazanci Szent József életért a volt rendház kápolnájában Ruppert József nyugalmazott igazgató. Az alapító hivatalos ünnepe augusztus 20-án lenne, de a nyári időszakra való tekintettel hagyományosan szeptember közepén rendezik meg az eseményt. Piarista Diákszövetség tatai tagozata minden évben megemlékszik a rendalapítóról, Kalazanci Szent Józsefről. Ezt egy szentmise formájában tesszük meg, és a rend, a piarista rend küld ehhez mindig egy tanárurat, egy atyát, aki ezt a szentmisét elmondja. Nekünk pedig nagy lehetőség, értem ez alatt a tatai tagozatot, egy nagy lehetőség, hogy összejöjjünk, részt vegyünk a szentmisén, utána kicsit elbeszélgetünk, és egy szép estét töltünk együtt. Egy agapé lesz itt. A lényeg a beszélgetés. Még talán a vacsoránál annyi érdekes, piarista borokat fogunk fogyasztani. Egy időben működött az a dolog, hogy piaristák kiadták ezt a címet, hogy piarista bor. 60-70 borász jelentkezett, egy bizottság elbírálta a borokat, és néhány megkapta ezt a címet. Ezt minden évben megtették.
nekünk még van egy pár palackkal, ezt fogjuk fogyasztani. A Magyar Piarista Diák Szövetség tatai tagozatának legfőbb célkitűzése az öreg diákok összetartása, a családiasság kérdésének fontossága. A misét követően egy kötetlen beszélgetés is adódott lehetőség a vacsora mellett. Itt talán nagyon régen szűnt már meg a piarista iskola, de a tataiak közül nem csak azok élnek, még egy páran, akik még nálunk jártak, nálunk érettségiztek, hanem olyanok is, akik aztán más piarista iskolában, például Budapesten érettségiztek. És a Magyar Piarista Diák Szövetségnek van egy tatai tagozata, Izing Lászlónak a nagyon buzgó szervezésében, és próbálunk alkalmakat teremteni, amikor összejöhetünk, beszélgethetünk, idézhetjük a régi emlékeket. Még egy másik alkalom is van, a temetőlátogatás november elején, hiszen itt van egy nagy piarista kripta a környéúti temetőben, tiszteletünket tesszük a régi tanárok előtt. A tatai lengyel nemzetiségi önkormányzat képviselő testülete ülésezett a Városházán. Szeptember 20-án hétfőn a felek az önkormányzat 2021-es évi költségvetésének módosítását tárgyalták meg, de egyéb témákat is érintettek a megjelentek. A jegyzőkönyv hitelesítésével kezdődött el a tatai lengyel nemzetiségi önkormányzat soron következő ülése szeptember 20-án. A tagok idén második alkalommal gyűltek össze, ahol megtárgyalták az eddig megvalósuló kezdeményezéseket és az idei évre tervezett hagyományápoló programokat. Szeptember 1-én voltunk kint az Almási úti temetőbe, és megkoszorúztuk az ott található 2 katonasírt, rendbe tettük az egyiket, amelyiknek erre szüksége volt, és a következő programunk, ami ilyen, az november 1-e lesz halottak napján, akkor pedig 3 sírra helyezünk majd elvirágot, szintén az Almási úti temetőben. Ezen kívül júliusban volt egy, vagy augusztusban, nem is tudom már, volt egy találkozónk, amikor is megemlékeztünk ebben az évben, tehát az első fél évben lezajlott lengyel ünnepekről. Ez a május 1-2-3, ez a 3 nap, ez ünnep Lengyelországban, a lengyel alkotmány ünnepe, akkor a lengyel zászló ünnepe, és hát a külföldön élő lengyeleknek is az ünnepe. Erről egy ebéd keretein belül emlékeztünk meg. Most ezen az ülésen szeretnénk már megbeszélni az egész év végéig tartó rendezvényeinket, már amennyire lehet egyáltalán még szervezni. Ez a november 1-én kívül, ugye november 11-én van megint egy lengyel állami ünnep, amiről szintén szeretnénk megemlékezni. Na most fogjuk eldönteni, hogy ez egy külön megemlékezés lesz-e, vagy pedig együtt a karácsonnyal. Többek közt a mozgássérült és fogyatékkal élő emberek társadalmi beilleszkedését igyekszik segíteni az Áhi Jóga Egyesület a sport különböző eszközeivel. A szervezet most a civil napokhoz csatlakozva mutatkozott be az építők parkjában szervezett sport délutánon. Idősek, fiatalok, nehézségekkel, betegségekkel küzdők és egészséges emberek. Köztük igyekszik kapcsolatot teremteni különböző programjain keresztül az Áhi Jóga Egyesület, amelynek tagjai úgy hiszik, ehhez az egyik legkönnyebb út a sporton és a közös élményeken átvezet. A szervezet bár időről időre jelentkezik rendszeres programokkal, most a szeptember 16-án kezdődött Tata és Térsége civil napok részeként szerették volna ráirányítani a figyelmet tevékenységükre. Szerintem azért fontos, mert igazából
hogy mondjam, a civil társadalom, illetve a közönség, hát az emberek azok megismerik a sport jótékony hatását, és ugye itt lesznek sérültek is, és ők is álljanak be, egy közös integrált sportrendezvény lesz ez. Hangsúlyos elsősorban egészségmegőrzés, ugye a fogyatékkal élőknek, és hát mindenki számára, úgyhogy a fiataltól, időstől, és hát kiemelten kezeljük a hátrányos helyzetűeket is. Lesz a groom golf, aztán lesz bocsa, karikajáték, egy másik, egy ilyen Szerbiából hozott karikajáték lesz, korongdobás. A bocsa az egy olyan játék, ami a sérültek is játszák, és az épek is, ugyan a nagy rendezvényeken általában ők is ott vannak. Hát a golf az meg hát mindenki számára megint csak elérhető, és ez a groom golf meg olyan speciális, hogy mindenhol lehet játszani, és a sérültek is tudják játszani, éppen azért, mert egy ilyen bójába kell terelni a labdát. Az iJoga Egyesület szoros kapcsolatot ápol többek közt a Szociális Alapellátó Intézménnyel és a Diákotthonnal is, de tevékenységük már régen túlmutat a város határain. Sokfele járunk külföldre is, lehet, hogy a vezetőnk már említette, hogy éppen tegnap volt egy pár ember Nagymegyeren, tehát Szlovákiába, de Dunaszerdahely, Nagypaka szintén ott van, van kapcsolatunk Szerbiában, de még vannak olyan Pápa, Győr, Budapest, Budapesten is, pontosabban a Csepel-szigetiek, ott dánkóros gyerekek is vannak, tehát úgy fölkaroljuk ezeket az úgynevezett elesett embereket. Én konkrétan személy szerint az Ahi Jóga Egyesületbe azért léptem be, mert a jogázáson kívül a városnak az életébe is részt veszünk, járunk a gyerekekhez. Az Egyesület nem csak önmaga szervez ehhez hasonló sportdélutánokat, rendszeresen csatlakoznak egészségnapi rendezvényekhez, fesztiválokhoz vagy a különböző intézmények kezdeményezéseihez. A hét során is több településen nyújt segítséget a mobilizált kormányablak. Az ügyintéző busz szeptember 22-én szerda reggel 8:30 és 9:30 között Bajon, majd 10 órától 11 óráig Vértestolnán, 12:30 és 13:30 között Tardoson, végül 13:30-től egészen 3 óráig Kocs területén várja azokat az ügyfeleket, akik okmányirodai vagy kormányablakban indítható ügyeiket szeretnék intézni. Autómentes napnak ad otthont az építőparkja parkolója és a pumpapálya szeptember 22-én szerda reggel 9 órától egészen délig. Az érdeklődőket számos program várja a helyszínen, mint lovaskocsikázás, kresszpálya, aszfaltrajz, verseny és bicikli bemutatók. Magyar Népmese napjára várják a családokat a művelődési házban szeptember 26-án délelőtt 10 órától este 6 óráig. A rendezvényen mesemaraton, kézműves foglalkozásokon, hangszer, illetve táncbemutatókon vehetnek részt az érdeklődők. Következzenek keddesti híreink még egyszer, röviden. Újabb emléktáblával gazdagodott városunk. Különleges kápolnában szerveztek patrocíniumot. Ismét ülésezett a helyi lengyel önkormányzat. Egészségmegőrző programot népszerűsít az AHI. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök szeptember 21-én kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen a térség hírei következnek, valamint Sportkett című műsorunk. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!